Vince napján a szőlészek figyelik az időjárást. Szép napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre lehet számítani. A hagyomány szerint, hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince. Valamennyivel talán objektívabb előre pillantás a következő évre, viszont az, hogy a szőlőkbe kimentek és néhány venyegét levágtak a szőlőből, és a venyegéket meleg helyiségen, szobába, vízbe tették, és várták, hogy hogyan is fog fejlődni, hogyan fakad ki a szőlő. Szent Vince napja ünnep a katolikus egyház szerint is. Ilyenkor sok helyen papot is hívnak. És a szőlőskert végét szentelt borral vagy szentelt vízzel öntözik, hogy jó termés legyen. Szent János napján, december 27-én szoktuk megszentelni a bort. Akkor már kész termék, és szokott már szépen csillogni is, meg szépek a borok. A színe is, íze is, illata is, minden oké. Akkor a hagyomány szerint Szent Vince napján szoktuk megszentelni a szőlőskerteket. A bánáti szőlősökben eddig nem észleltek komolyabb fagykárt. A gazdák bíznak abban, hogy az eddigieknél keményebb fagyok már nem lesznek. Gondolom, hogy az időjárás idáig kedvezett, hát majd lássuk az elkövetkező periódusban, hogy mi lesz. Az utóbbi években jelentkezett egy új momentum, tehát a késői reggeli fagyok, azok azért lehetnek károsak, mivel akkor a szőlő már megindult lassan, majd szinte elkezd majd rügyezni. Az elmúlt évvel a bánáti borászok elégedettek. A jó évet bizonyítják a versenyeken elért első eredményeik is.